Délelőtt 9 órakor érkezett meg a teherautó a Fodor utcai intézményhez. 3 raklapnyi tankönyvet szállított ide. A gépjárműből az udvarra pakolták a csomagokat, majd onnan diákok, illetve az intézmény dolgozói segítségével vontatták a folyosóra azokat. Az 1-től 8. osztályosig minden gyermeknek hoztak könyveket. Reális humán tantárgyak oktatási eszközei, nyelvi könyvek mind-mind megtalálhatóak a raklapokon. Elsőként azt kellett ellenőrizni, hogy minden megrendelt tétel megérkezette. A következő napok feladatai pedig az lesz, hogy tanulónként szét kell válogatni a tankönyveket, és utána jön az iskolai könyvtárosunk, aki beleltározza a könyveket, a tartós tankönyveket, és így, mivel mi az elsők között vagyunk országos szinten, akik megkapták így augusztus elején a tankönyvet, így bőven van időnk a könyveket beleltározni, szétválogatni, hogy a gyerekek első tanítási nap megkaphassák. A Csányszentrei Általános Iskola 2 intézményében több mint 760 diák kezdi meg a következő tanévet szeptemberben. Mintegy 8000 könyvet kell tételesen szétválogatni a felelősöknek. Az oktatási intézmények augusztus 21-től adhatnak le pótrendeléseket, amelyeket szeptember 15-ig fogad a kelló. A kiszállítás szeptember 2. felétől kezdődik.